Ezekben a napokban kerül a piacokra a nyár egyik legkedveltebb gyümölcse a dinnye. Ennek legjobb termőterelő területei egyébként az Ormánságban vannak, úgyhogy most kapcsolunk Szilágyi Jenő kollégánkhoz, aki Sejjéről jelentkezik, és egy őstermelővel beszélget. Szia Jenő! Szerbusz, köszöntöm a napindító nézőit. Itt vagyunk Sején, az Ormánság fővárosában, ahol a, itt és a környéken nagyon sok a dinnye termelő, és ez az ország egyik legjobb minőségű dinnyeje teremít. Itt van mellettem Horváth Béla, őstermelő, egyéni vállalkozó. Milyennek ígérkezik az idei termés? Hát reményeink szerint elég jó termésnek, minőségre, mennyiségre is úgy látjuk, még arra nem tudunk azért gombot varni, hogy, hogy igazán, igazán jó évet tudunk produkálni, zárni. Minek köszönhető ez a jókor volt eső, jókor volt napsütés? Igen, volt csapadékunk, a májusban egy kicsit több volt az esőnk, nem voltak fagyos éjszakáink, a mostani időszakban meg nálunk az adottságok olyanok az ormánságban, hogy hál' Istennek, öntözni tudunk. Beszéljünk egy kicsit a fajtákról, ugye mindenki ezt a csikos dinnyét ismeri, mint görög dínje, de azért van más színű is, illetve mostanában nagy divat a nélküli. Igen, a fajtákban nagyon sok a szortiment, tehát nagyon sok cég nagyon sok jó fajtát hoz be a piacra, vetőmagokat állítanak elő, kísérleteznek velő, van ma Magyar Zöldség Kutatóintézet, akinek fajtái vannak magyar viszonyokra. Ugye ezeket mi minden évben próbálgatjuk kisebb területeken, és amelyik jól, jól, szerepel, ugye azt nagyobb területeken elkezdjük termelni. Ugye minden évben jön új fajta. Ami, ami egyre jobban terjed, ugye a magszegény fajtáknak a, a, a volumene, mert a magszegény fajta az, mint a termelőbarát, mint a kereskedőnek, mint a vásárlónak ugye jó, magasabb cukorfokkal, nincsenek magbuborékok benne, jobban eláll, ropogósabb a húsa, keményebb a húsa, tehát minden téren jobban produkál, na de őt egy különleges termesztési módszerre kell megtermelni, ami, ami külön szakértelmet igényel, ezáltal ugye az ára is kicsit drágább, mint a másik, de mindenki nyúljon hozzá, ajánlom a magszegény dinyékhez, mert mert aki igazán szeret a dínyét, egy, egy sokkal jobb ízanyagot fog kapni. Beszéljünk egy kicsit a mosta gyerekről, ez pedig a sárga dinnye, legalábbis így ismerik a sárga, de van amelyiknek zöld a bele. Szóval mit kell tudni erről a dinnyéről, ez egy ilyen melléktermék tulajdonképpen? Tehát mindenki csinálja, de csak kicsibe. Igen, mert a sárga dinnye ez megint egy külön, külön ágazat a dinnye termelésen belül, vagy különleges bánásmódot, szedést igényel. Sárga dinnyét akkor elkezd érni, van, hogy naponta kétszer kell szedni, és a sárga dinnyének ugye arra az időszakra vagy a hűtőkapacitást, vagy az azonnali piaci megjelenést igényel, mert a sárga dinnye az, 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 ugye képes két-három nap alatt, úgymond ilyen hullafortos lenni barnása éja, de ez még nem azt jelenti, hogy ettől a belsőjéről sokan megijednek tőle, az az igazán érett sárga dinnye de Magyarországon vannak már, már, olyan sárga dinnyelő kollégáink, akik, akik, direkt csak sárga dinnyére álltak rá, és nagyon profi módon, nagyon jó minőségben tudnak szállítani áruházakba. Szerintem sok jövője van még a sárga nálunk még annyi nem termelünk annyi sárga Magyarországon, amennyi az ország ellátására szorul, úgyhogy abból importra szorulunk. Vannak lukak, csak ezek a logisztikai nehézségek, ugye néha egyes termelő, aki beleesik egy olyan időszakban, amikor eladhatatlan vagy, vagy, nagyon sok van és nagyon rossz áron, az belekeseredik ebbe a termelésbe, és úgy ezért van ez a, ez a hullámzás a sárga piacon. Beszéljünk a neurologikus pontról, mindenki erre kíváncsi, hogy alakulhatnak ide az árak ez csak az én véleményem, senki nem mondja, én, én reménykedem abban, hogy tavaly árszintet tudjuk tartani. Tavaly viszonylag olyan áron beállt az áruházakba a magyar görögdénye, hogy mind a fogyasztónak, mind az áruháznak, mind a termelőnek megfelelt. Én a mostani mennyiségeket, minőségeket látva, hogyha ez a Pulton 250 forint körül be befogálni az áruházakba a görögdínyi ára, hosszú távon folyamatosan, én úgy gondolom, abban a termelők és az áruházak is meglesznek, sőt a vevőink is meglesznek elégedve, mert minőségre nagyon jó minőséget fogunk produkálni. Köszönöm szépen a tájékoztatót, és jó munkát a következő egy-két hónapban. Ennyit Köszönöm. tudtunk elmondani innen sejéről. Tehát a lényeg az, hogy vegyék a magyar dinyét, hiszen a magyar dinyé nagyon jó minőségű. Mostantól egészen szeptember közepéig lesznek a piacon. Jenő, köszönjük szépen!